A Kossuth-téri játszótér bővítése, kerékpárutak építése, utak, járdák felújítása, vagy éppen a kedvezményes terményvásár. Például ezekről is döntenek márciusban a 60-iak a közösségi költségvetés során. Március 1-től lehet szavazni arról, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben mik azok a pontok, amikre mindenképpen költsön a város. A 60-iak közvetlenül szólhatnak bele abba, miket fejlesztenek ebben az évben a településen. Ehhez elkészült egy szavazólap, amin összesen 11 téma szerepel. Ezek közül lehet többet is kiválasztani, összesen 100 millió forint értékben, és ezt kell visszaküldeni. Így jön létre a valódi közösségi költségvetés, ahol a válaszok alapján hozzák meg a döntést, és így valósulnak meg a fejlesztések. Nagyon fontos az, hogy minden 60-i elmondja a véleményét. Lássuk azt, hogy melyek azok az irányok, amelyet a városvezetésnek követnie kell. Ezért én arra kérek, arra biztatok minden 60-it, hogy éljen a lehetőséggel, mondja el a véleményét, és segítsen nekünk abban, hogy a jövőt ezt megfelelőképpen tudjuk rajzolni, irányítani ebben a városban. Hiszen azzal, hogy létrehoztuk ezt az összeget, és beraktuk a közösségi költségvetés sort a költségvetésbe, azzal gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy újabb utat kezdtünk el együtt járni. Hiszen közvetlenül dönthetnek a 60-iak, közvetlenül beleszólhatnak 100 millió forint elköltésébe. Ugyanakkor a polgármester hangsúlyozta azt is, hogy semmilyen támogatást nem csökkentenek, ugyanúgy lesznek szociális támogatások, lehet pályázni a civil alapra, és lesznek támogatások a családosoknak, nyugdíjasoknak, valamint az első lakásukat vásárlóknak is. Szavazni március 1-től március 21-ig lehet. Az ehhez szükséges szavazólapot mindenki megkapja a postaládájába. Emellett elektronikusan is részt lehet venni a költségvetésben a közösségi költségvetés.60.hu oldalon.